Egy igazi hullámvasút volt a legújabb frissítés a számomra. Nagyon szkeptikusan mentem neki, aztán egy időre a nosztalgia és a rendszerek megismerése miatt lelkes lettem. Majd pedig az egészet kukázhattam. Mert rájöttem, miről szól ez a frissítés. Emiatt nem csak mint videós, de mint játékos is fogom és abba hagyom a 7 Days to Die-jal való foglalkozást, ha csak valami csoda nem jön. Tekintve milyen gyakran jönnek a frissítések és mennyire odafigyelnek a játékosok visszajelzéseire, ebben nem túlzottan bízok. Könnyebb letiltani a komment szekciót, mint sem megérteni az okát az emberek felháborodásának, hogy már harmadik alkalommal alakítják át a játék fejlődési rendszerét, ahhoz képest, hogy az eddigi kettővel igazából senkinek semmi baja nem volt. És hogy nem olyanon dolgoznak, amivel bővítenék a játékot, hanem a meglévő teljesen jól működő rendszerekkel basszák el az időt. Kivették a zombik szaglását, mert a lopakodás rendszerrel összeakadt, azóta se került be. Már évek óta ígérgetik a banditákat, azóta se jöttek be. Több gondom is van azzal, milyen a játék jelenleg. Ezért kezdjük a pozitív részével ennek a frissítésnek. Tetszik, hogy még az alapnehézségi szinten is sokkal nehezebb, többet visznek a zombik, könnyebben megsérülsz, és ha sikerül közrefogniuk, akkor a halál közeli élmény az biztosan PTSD-t fog okozni neked a nap hátra levő részében. A poik, házak egy jó kis kiegészítést kaptak a tereptárgy veszélyekkel. A szivárgó, lángoló gázt el kell zárnod, vagy meg kell kerülnöd, ha tovább akarsz például haladni, ami jó kis extra. Az amúgy is már jól kialakított épületekhez. A feljavított grafikák pedig mindennek egy szép képet adnak, akár csak az új tereptárgyak, autók és az elkészíthető munkaasztalok. Na robbanjon a bomba és jöjjön, mi a bajom? Az előző verziókban is már érezhetően a szabad túlélő játék helyett egy a készítők által erőltetett, elvárt módon akarták, hogy a játékosok játszanak. Ez a kereskedőhöz mész, küldetést veszel fel, átnézed a házat, vissza a kereskedőhöz, aztán haza vagy újra küldetést. Egyszerűen nincs okod nem folyamatosan küldetésezni. Plusz tapasztalatot kapsz, pénzt, jutalomtárgyakat, most még több lehetőség közül választom, mint régen. Az épület, amiben elmész, az újra tölti loot-tal. Akinek a játék ebből áll, annak ezzel nem lesz gondja, de nekem semmi értelme nincsen, hogy van egy sebezhetetlen kereskedő, akinek van egy csomó áruja, és rengeteg feladata a számunkra egy olyan posztapokaliptikus világban, ahol zombik járnak mindenhol. Nekem ez totálisan élményromboló. Azzal pedig, hogy használatára erőltetnek minket a készítők, egyáltalán nem tudok egyetérteni. A legújabb frissítés pedig teljesen ebbe az irányba erőlteti a játékot. Kezdjük a legnagyobb baromsággal, amit valaha láttam. Az ivóvíz. Jelenleg, ha vizet akarsz szerezni, megbízható módon, akkor egyetlen egy megoldás van, hogy a harmadgyűjtőt használod, ami tiszta vizet ad. Ez a tárgy önmagában egy jópofa extra lett volna az eddigi lehetőségekhez, de itt jön a hülyeség. Eddig, ha vizet használtál egy étel elkészítéséhez, az üveg, amiben a vizet tároltad, az beleolvasztottad az ételedbe. Több fehérje, tudjátok, túl akarunk élni, ne hagyjunk semmi ételt igazából az asztalon. Most, ha megiszod a vizet, akkor az üveget is letorkozod. Logikus. Megszűnik létezni, de nem csak az üveg, de az elfogyasztott konzervek után sem marad meg a kis vas, ami mint eddig. Ezt mondta nekem egy néző, hogy őt nem zavarja, legalább nem kell cipelni, engem viszont már akkor zavart, hogy egyszerűsítik a dolgokat. De csak akkor, ha úgy játszol, ahogy a készítők akarják. Na, azóta tudomásomra jutott, hogy a frissítéssel bejött, hogy tudsz inni a folyóból, ami pont olyan, mint a koszos vizet innál. Jól gondolod, van x százalék esélyed fosni utána, ha jó szerencséd van, akkor minden, amit megittál, meg ami kaja benned van, azt kirakhatod utána. Mert ezt a vizet nem tudod felforralni, mert ugye kivették az üveget, így nem tudod elvinni, hogy felforrald, amit eddig tudtál csinálni. Szóval még ennek tudatába se változott a véleményem. Mert az ellenére mennyire alapszükség lett az embereknek a víz, szerintem kb. Annyit találok belőle, mint a fegyverekből. Ami valamilyen szinten logikus, persze, mert Egyesült Államok, de azért ott is abszurd ez az arány. Az üveg kivétele miatt most nem tudsz hóval vizet csinálni, és vizet se tudsz gyűjteni a folyókból. Nem tudsz üveget önteni, hogy több vizet gyűjtsél. Ó, és a vízgyűjtő szarság. Na, ahhoz nem csak el kell érned egy tudásszintet, hogy el tud készíteni, de még egy relatív ritka vízszűrő is kell, amit tudjátok kitől a legkönnyebb megszerezni? A kereskedőtől. Amúgy kifejezetten ritkán lehet találni lootolgatva, legalábbis a játék elején. Szóval nem csak hülye lennél nem használni a kereskedőt, de még szomjan is halsz, ha nem teszed. Királyság. Következő hülyeség ennek a frissítésnek. A könyvfejlődési rendszer.
Ugye logikus, hogy a semmiből nem jössz rá, hogy hogy kell biciklit készíteni, vagy gyógyszert. Alapvetőleg ezzel a rendszerrel nem lenne gondom. A probléma ott kezdődik, hogy millió kis hülye könyvet fogsz találni, és csak spammelni fogod a tanulást, azt néha ránézel, mit tanultál meg. Tipikusan, ami bajom van a legtöbb RPG-vel mostanában, hogy fejlőd szinteket, de nagyjából egy-egy szint annyira jelentéktelen, hogy lehetne harmad annyi szint, és lehetne ritkább fejlődés. Szóval a fejlődsz, akkor érzed, hogy yeah, végre. Ehhez kapjuk ezt a rendszert, amiben farmolnod kell a könyveket, megszerzed, de semmit nem kapsz, ha nincs meg egy bizonyos mennyiségű már. Eddig ugye az ilyen perk könyvekkel legalább megtaláltál egy könyvet, és adott egy ténylegesen fejlesztés típusú perket egy adott könyv. Most csak szinteket növelsz a statisztikádon, ami virtuálisan is semmit nem segít neked, ameddig el nem érsz egy bizonyos mennyiséget. Ebből a fejlődési rendszerből jönnek azok a hülyeségek, hogy egy farmot készíteni kb. Alig éri meg, amíg nincs meg az összes kis hülye könyved, mert a két legjobb étel, a kukorica és a krumplihoz ki kell lootolnod annyi könyvet, hogy teljesen feloldsd az ágat. Javítsatok ki a tévedek, de nem orvostudomány krumplit ültetni. Sőt, az egyik legstrappabíróbb terménynövény a világon, amennyire én tudom. De ezen aspektusával eddig is gondom volt, mert aratni nem tudtál, csak kiütni. Amit szintén kivettek, pedig eredetileg E-betűvel felszedted a termény. Másik hülyeség, magazinból tanulod meg, hogy kell húst sütni. Úgy, hogy nem égeted oda, mármint így nem ilyen szenesre, értitek? Vagy húst főzni, tojás sütni, stb. Baromság az egész. Igazából megmondom nektek őszintén, ha nem tudtok húst sütni, nagyjából a harmadikra megtanuljátok. Ugyanígy a tojási, ugyanígy a főzésük is. Tehát ilyen túlélő helyzetben vagy, egy ilyen túlélő világban, ahol zombik vannak mindenhol, és a túlélésedért küzdesz, akkor kitapasztalod, kipróbálgatod, hogy hogyan kell. Mivel alfa, ugye lehet mondani, hogy még a hibákat nem kezdik javítani ilyenkor, de zombi keresztül esik a tereptárgyakon, három verzió óta szinte komolyan használhatatlan az íjászat, mert minden egyes zombinál egy lövés keresztül megy rajta. És akkor azt az idegesítő részét még nem is mondtam, hogy keresztül ütnek a falon. Megvannak a maga hibái, de ettől minden lehet tekinteni, az ember élvezi az időt, amit vele tölt. Na tőlem ezt elvették, járhatatlan az, ahogy én akarom játszani ezt a nyílt világú túlélő játékot. Mert a készítők szerint túl könnyű vizet szerezni a valóságban. Általában a valóság hűséghez képest könnyítik a játékokat, itt nehezítik, hogy rád erőszakolják, ahogy szerintük játszani kéne a játékukat, majd pedig letiltják a komment szekciót a frissítési jegyzetei alatt Steamen, mert nem bírják a kritikát. Az a helyzet, ugye egy helyet nem tudják letölteni a játék értékelésén, nem tudják letiltani az értékeléseket, és ott van, hogy mennyire egy undorító ez a társaság. Miközben készítem ezt a videót, aközben olvasom mások negatív értékelését, és többnyire amúgy az azonos gondjaik vannak, de itt jön az atombomba a számomra. Eddig, ha Twitch-en játszottunk, fogtam, összekötöttem a játékot, és csá, ugye az integrációjukkal. Most kell egy külön bővítmény, miért? Nincs különösebben oka, de minden egyes bit után, amit ti küldtök a bővítmény használata közben, ők megkapják a 20%-át. Direkt rád kényszerítik, hogy használni kelljen, és elveszik a pénz egy részét, amit keresel. Az ellenére, hogy ugye megvetted a játékot, sőt, én megvettem kétszer, mert annyira szerettem ezt a játékot. Eddig teljesen jól működött nélküled, de most hirtelen, ó, kell ez a bővítmény, és ó, ha már dolgozunk vele, akkor egy kis pénz jöjjön belőle, megérdemlik, hát olyan szorgalmasan dolgoznak évek óta a játékukon, olyan gyakran adnak ki nekünk játékmegváltó frissítéseket, elképesztő. Régebben minden zombit ki lehetett fosztani, és a hulla se csak úgy eltűnt a semmibe, hanem el kellett takarítani. Úgy látom, a készítőknek egy logikus irányból egy amolyan ki a faszt érdekel irányba viszik el a játékot. Lassan ott vagyunk, kivágsz egy fát és házzá dől össze, annyira egyszerűsítenek néhány mechanikát. Az előző sorozatban tapasztaltam például, teljesen mindegy milyen magasságból zuhannak le a zombik, nem fognak meghalni. Mert a készítők korlátozták, mennyit sebződhet egy zombi, ha lezuhan. Mert amúgy logikus. Mondok jobbat, ha azt észreveszitek és úgy döntötök, raktok csapdát lentre, forgópengét, akkor az nem fogja tudni megölni őket, mert nem sebez. Nyugodtan nézzétek meg az utolsó sorozatomat, ott ezt a kettőt tapasztalom. El kell fogadnom, ez a játék elment egy olyan irányba, ami nem csak számomra nem tetszik,
de lehetetleníti, hogy élvezzem. Ezzel lezárom. Eredetileg egy rövid, 10 részes sorozatot akartam a játékból, és utána élőadásokban játszogatni vele, de azok után, amiket tapasztaltam, nem érzem úgy, hogy nagyon szeretném majd folytatni a sorozatot, illetve élőadásokba is. Továbbra is úgy gondolom, srácok, ha valamit teljes kiadás előtt megvesztek, akkor abban az állapotban vegyétek meg, amivel elégedettek vagytok. Jelenleg engem annyi vigasztal, hogyha kedvet kapok hozzá újra, akkor vissza tudok menni egy régebbi verzióban játszani, vagy módoltan, tehát hogy eddig egyszer nem akartam módoltan játszani a Seven Days to Die, de most annyira úgy érzem, hogy a módolt világába akar vinni, mert megmondom nektek teljesen őszintén, tetszenek az újítások, amit beraktak, de ez nem, tehát ez másfél év munkája, mit csináltak? Szopkodták az üveget, hogy megegyék, vagy mi? Egy időre most elegem lett teljesen ebből a játékból, főleg amiatt, mert felidegesítettem magam azon, hogy nem tudom úgy játszani, ahogy eddig élveztem a játékot játszani. És ez nem fog mindenkit zavarni. Nagy esél azok, akik tökre nem értenek egyet azzal, amit mondtam eddig, azok meg sem nézik idáig a videót, de mondom, tehát ez, ha eddig nem így játszottatok, ha ti úgy szerettetek játszani, mint egy ilyen kalandjáték, értitek, és az építkezés, meg a kraftolás az úgymond egy picit ilyen másodlagos volt, de amúgy küldetésrendszer, kereskedőhöz, elmenni akkor egy-egy ilyen területet, vagy küldetést megcsinálni, és aztán vissza a kereskedőnek leadni, és akkor egyfajta ilyen kaland zombi túlélő játékszerűen játszották, azoknak semmi problémájuk nem lesz ezzel, mert nagyon hamar össze tudják szedni azt a pénzt, illetve azt a küldetést esetleg, ami ad egy ilyen víztisztítót. Ellenben viszont én leültem játszani, és nem, tehát én nem szeretek küldetéseket csinálni, szeretem úgy játszani a játékot. Egyedüli túlélő vagyok, és ha kilútoltál egy házat, akkor az nem reszetel egy hónapon keresztül. Tehát értitek, hogy bejelölgeted, melyikeket fosztottad ki, és ténylegesen egy kihívást nyújtson az, hogy oké, oda már nem tudok menni gyűjtögetni, mert ott már nincsen semmi úgy különösebben a ház, az épületnek az ilyen nyersanyagain kívül, értitek, magának az épületnek. Na ezt így nem lehet játszani, mert annyira ritkán adja a játék ezt a víztisztítót, hogy ha megnézitek a videósorozatot, konkrétan ott vagyok, hogy szomjan döglök, közeledek az éhen dögléshez is, és egyszerűen el kell kezdenem használni a kereskedőt. És a videósorozatban azt látjátok egyébként, hogy szórakozom, tehát el vagyok, azzal nem lenne bajom, hogyha így szeretnék játszani, akkor nem lenne akkora nagy problémám, és kihívás, meg érdekes számotokra ez a szituáció, meg hasonlók, emiatt azt a részét élvezem, de amikor egyedül tudjátok magamban leülni, nem pedig így videókedvért, nem szórakoztatás kedvéért, akkor nem azt a kihívást szeretném, hogy ja, ahhoz, hogy tudjak haladni a játékban, ahhoz most meg kéne csinálnom 10 küldetést, és utána akkor tényleg tudok játszani a játékkal. Arról nem is beszélve, hogy második hete játszom, és ugye még mindig nincs munkaasztalom, még mindig nincsenek meg a vaseszközök. Tehát még mindig kőbaltával, meg ilyenekkel küzdök. Ellenben van már viszont 20 különböző fegyverem, meg több száz különböző lőszerem. Mert nem tudom, tehát értem én, hogy Egyesült Államok meg hasonlók, de nem hinném, hogy hát azért mindenki egy raktára van fegyverekkel, meg vaspáncélzatokkal, értitek? Tehát komplett páncélokat találok lakásokban, meg házakban, meg mindenhol. Nem hinném, hogy a apokalipszis előtt az emberek fogták, azt elkezdtek önmaguknak otthon vaspáncélt készíteni, meg bőrpáncélt, meg ilyeneket. A fegyvereket még elhiszem, de azokból sem hiszem el pipe fegyvereket, ezeket a pipe fegyvereket. Azok nagyon ritkák kéne, hogy legyen egy háztartásban. Mert nem hinném, hogy a zombi apokalipszis előtt fogták, és ó, hát ugye, csak úgy most poénból délután készítek egy puskát. Csövekből, meg pumpából, meg hasonlókból. Na jó van, írjátok le a komment szekcióban, mit gondoltatok erről a kis agymenésemről, és ha tetszik a játék nektek, jó szórakozást továbbra is hozzá, tehát ettől függetlenül nagy eséllyel játszani fogok vele még, nagy eséllyel módoltan, de attól függetlenül maga alapvetőleg a játékot jónak tartom csak. Ez a része nagyon felidegesített. Sziasztok!